Köszöntöm Önöket! A kárpátaljai vállalkozások versenyképességének növelése, ez az elsődleges célja az EGANEDE gazdaságfejlesztési programnak, amelynek révén 3 év alatt összesen 32 milliárd forintnyi forrás áll a térség rendelkezésére. Kárpátalja volt a fő témája a Magyarországgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának kihelyezett nyíregyházi ülésén. A testület áttekintette a magyar kormány támogatásával Kárpátalján, illetve más magyar lakta vidékeken elindított gazdaságfejlesztési és infrastruktúrális programokat. A bizottság, mint a törvényhozás nemzetpolitikával foglalkozó önálló állandó testülete 2011-ben tartotta első ülését. A 9 tagú bizottság elsődleges feladata a törvényhozáshoz szorosan kapcsolódó jogszabály előkészítő és ellenőrző munka, illetve a Kárpát-medencében és a diaszpórában működő magyar politikai, egyházi és civil szervezetekkel történő kapcsolattartás. A nyíregyházi kihelyezett ülésen a bizottság elsősorban a külhoni magyar lakta területeken elindított kormányzati programokkal foglalkozott, valamint megvitatták a Kárpátalján élő magyarokat hátrányosan érintő ukrán nyelvtörvénytervezetet is. Itt Nyíregyházán két fajsúlyos tájékoztatást hallottunk, egyrészt Grezsa István kormánybiztos úrtól, aki Kárpátalja és Szabolcs-Szatmári térség fejlesztésért felelős kormánybiztos. Kormánybiztos úr elsősorban azért a gazdaságfejlesztésért felel, ami Kárpátaljára irányul, ez egy 12 milliárdos fejlesztési csomag mellé egy 20 milliárdos hitelkerettel, illetve most beszámolt kormánybiztos úr egy 50 millió eurós magyar állami támogatásról, elsősorban Kárpátalja felé infrastruktúra és támogatásról van szó, és egy új gyönyörű óvodaépítési program elindításáról is beszámolt. Egyébként vendégünk volt még Brenzovics László képviselő úr, egyben a KMKS-nek az elnöke, akitől napi politikai helyzetről kaphattunk értékelést, többek között arról az aláírásgyűjtésről, ami az új ukrán egyelőre törvénytervezet, ugye új nyelvtörvénytervezet, amely gyakorlatilag megtiltaná az élet szinte minden területén az Ukrajnában élő kisebbségeknek, nemzetiségeknek az anyanyelv használatát, legyen ez akár az utcán, hivatalokban vagy oktatásban, megdöbbentő és tragikus fordulat lenne. Még ugye csak tárgyalás alatt van, tehát reméljük, hogy az ukrán parlament el fogja vetni ezt a javaslatot, hiszen egyébként ellentétes a magyar-ukrán alapszerződéssel, ami még a 90-es évek elején született, és ellentétes magával az ukrán alkotmánnyal is. Az ülésen szó esett arról a Kárpátaljának szánt összesen 32 milliárd forintos gazdaságélénkítő csomagról is, amely az ott működő vállalkozók és vállalkozások fejlesztését, piacra jutását segíti. A EGANEDE gazdaságfejlesztési program szűk 3 esztendő alatt 32 milliárd forintnyi forrást juttat a térségbe, ebből 12 milliárd állami költségvetési pénz és 20 milliárd hitelkeret, és a program lebonyolításba túl vagyunk az első pályázati körön. Itt elsősorban a kis vállalkozásokat, a kisebb értékű gépeket és lehetőséget a vállalkozás elindításához, fejlesztéséhez, valamint egyúttal egy ilyen lelki gátat is legyőzött az első pályázati kör, hiszen ebben a régióban az elmúlt 100 év alatt 6. államban élő magyarokat éppen elégszer becsapták, hogy ne higgyenek minden újsághírnek, és így látják viszont azt, hogy komolyan gondolja Magyarország a segítséget. A kormánybiztos hozzátette, a gazdasági fejlődés mellett az infrastruktúra fejlesztésre is nagy hangsúlyt fektet a magyar kormány Kárpátalján. A következő időszakban új határátkelő nyílhat Nagyhódos és Nagypalát között, elkészülhet a Beregsurány-Asztélyi határállomáson az ukrán oldali kamionterminál, valamint a Beregszászt elkerülő út is. Utóbbi a magyar M3-as autópálya, illetve ukrán-román határ felől a Munkács-Kijev autóútig teremtené meg a kamionforgalom által is használható közúti kapcsolatot. A magyar-ukrán határmenti infrastrukturális fejlesztésekre nyitott meg Magyarország egy olyan 50 millió eurós hitelsegélykeretet,
amelyen belül magyar cégek végezhetik el ezeket a munkákat. Jól tudjuk, akik itt, jól tudják, akik itt élnek a határ mentén, hogy egész Kárpátalján katasztrofális közlekedési helyzet van az utak rossz állapota miatt, de nyugodtan mondhatom ezt más infrastruktúrális elmaradások tekintetében is, akár ivóvíz, szennyvíz, szemétkezelés ügyében nagyon messze vannak még attól az európai átlagtól, amelyre joggal igény tart az itt élő, nem csak magyar népesség is. A közúti fejlesztések, illetve építkezések 2017-ben indulhatnak meg, és a tervek szerint 2018-ra fejeződhetnek be. Vállalkozás, fejlesztés, mezőgazdaság, turizmus. Ezeken a területeken nyújthatnak be támogatási kérelmeket a cégek az EGÁN-EDE program keretében Kárpátalján. Tavalyhoz képest nagyobb összegekre lehet pályázni, továbbá egy hitelkeret is segíti a cégeket. EGÁN-EDE gazdálkodó kulturpolitikus volt az 1800-as évek végén, sokat tett a kelet-magyarországi gazdaság fejlesztéséért, róla nevezték el a kárpátaljai gazdasági programot. A pályázható források egyre nagyobbak, ezzel együtt a cégek érdeklődése is növekszik. A múlt évben három kategóriában pontosabban kisösszegű pályázatok voltak meghirdetve, amikor kisebb kisvállalkozók, magánszemélyek, akik aztán vállalják, hogy vállalkozókká válnak, azok pályázhattak 2, illetve 5 millió forintos pályázatokra. Az idén ez ki fog nyílni még egy nagy összegű pályázatra, tehát amely hitelkonstrukció, amikor már nagyobb vállalatok is tudnak, magyar illetékességű nagyobb vállalatok tudnak majd pályázni, illetve fejlesztéseket tudnak végrehajtani. Ezek már 100 000-1 millió euróig lesznek ezek a pályázatok. A magyar kormány adja ezt a támogatást, a külügyminisztériumnak a folyósítása által történik a programnak a finanszírozása. A múlt évben 2 milliárd forint támogatás érkezett Kárpátalja, az idén 5 milliárd, illetve egy 20 milliárd forintos hitelkeret van még elkülönítve. Miért fontos ez a helyi vállalkozásoknak? Eleve Kárpátalja, Ukrajna gazdaságilag nehéz helyzetben van. Az itteni vállalkozók tőkehiányban szenvednek, tehát annyit nem bírnak termelni, hogy ők gyakorlatilag fejleszteni tudjanak, és ugye ez nagyon nagy lehetőség számukra, hogy tovább tudjanak lépni, és egyáltalán megmaradjanak a piacon. Az önök alapítványának mi a szerepe ebben? Az EGÁN-EDE alapítvány az gyakorlatilag kivitelező, kiírja a pályázatokat, beszedi a pályázati anyagokat, és ugye aztán pontozza ezeket a külügyminisztériummal együttműködve, és meghozza az alapítványnak kuratórium a javaslatot a nyertes pályázatokra, és aztán pedig a külügyminisztérium által összehívott igazgató tanács hozza meg a döntéseket. Tehát javaslatot tesznek, és önökhöz is kell pályázni. Így van, az alapítvány írja ki a pályázatokat, és ugye az alapítvány kuratórium tesz javaslatokat a nyertes pályázatokra a meghatározott pontrendszer alapján. Berecki Tamás az Ungvári Központú Kárpátaljai Tisza 1 televízió magyar nyelvű műsorait szerkeszti. A fiatalember nemrégiben magánvállalkozást is indított, amellyel akár pályázhat az EGÁN-EDE program forrásaira. A vállalkozásom dokumentumfilmek és rádióadásoknak a készítésével foglalkozik. Ukrajnában úgy működik, hogy ha az ember cégekkel szeretne dolgozni és hivatalosan, akkor egy magánvállalkozást kell, hogy nyisson. Ezért volt arra szükség, hogy megnyissam ezt a vállalkozást, és akkor itt hivatalosan is tudok dolgozni. Emellett az EGÁN-EDE gazdaságfejlesztési programban is tudok pályázni. Nem sokára beszeretném majd nyújtani különböző eszközöknek a megvásárlására, amivel tovább tudom fejleszteni majd a vállalkozásomat. Gondolok itt kamerákra és más ilyen televíziós eszközökre. Az EGÁN-EDE programot megelőzően a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség feltérképezte a helyi cégek helyzetét. 2014-ben kezdtük el az EGÁN-EDE gazdaságfejlesztési tervnek a kidolgozását, amely három beavatkozási területet jelölt meg és tárt fel. Mezőgazdaság, turizmus, illetve vállalkozásfejlesztés területén a vidéknek a gazdasági potenciáját mértük fel. Emellett elindult egy másik kutatásunk is, ahol valamennyi magyar településnek a gazdasági helyzet felmérését, illetve a gazdaságfejlesztési tervét készítjük el. Eddig milyen eredményekkel készültek ezek a tanulmányok? Mire van szükség Kárpátalján? Fontos Kárpátalján a helyi vállalkozásoknak a megerősítése. Nagyon komoly potenciál rejlik Kárpátalján a turizmusban is, így az EGÁN-EDE terv, ami a tavalyi évben megindult, már célirányosan ezekre a területekre hirdette meg a pályázatait, és a harmadik kategória pedig a mezőgazdaság volt, hisz a magyar gazdák azok nagyon aktívak a mezőgazdaság területén, és a vidéknek az adottságai is megvannak ahhoz, hogy mindenféle mezőgazdasági termékeket állítsanak elő. Ehhez volt szükség arra a
magyar állam által nyújtott nagyszabású támogatás, ami az EGÁN-EDE programon keresztül elindult. Hálásak vagyunk a magyar államnak azért, hogy ezt a programot elindította, és reméljük azt, hogy folytatódni fog. Nagyon nagy sikerrel zártuk, rengeteg érdeklődő volt, rengeteg nyertes pályázunk van, és valami beindult itt Kárpátalján ebben a nehéz helyzetben a gazdaság fejlődése tekintetében is. Tavaly indult a Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Program. A gazdálkodó szervezeteket a Magyar Nemzeti Kereskedőház is segíti, amelynek jelenleg már 4000 vállalkozás tagja. Hangzott el egy kárpát-medencei gazdasági konferencián Hajdú Szoboszlón. A kormány tavaly indította el a 30 milliárd forintos keretösszegű kárpátaljai gazdaságfejlesztési programot, amelynek célja a kis- és középvállalkozások határon átnyúló fejlesztése. Folytatódik a EGÁN-EDE gazdaságfejlesztési terv Kárpátalján, ami az elmúlt évben indult. Tavaly 2 milliárd forinti visszanemtérítendő támogatás került felhasználásra. Több mint 1100 vállalkozás kapott támogatásokat a kis- és középvállalkozók, a mezőgazdasági termelők és a turisztikában vállalkozók. Ebben az évben az jelentős mértékben meg fog növekedni, 5 milliárd forintra fog növekedni ez a keret, illetve beindult egy 20 milliárdos kedvezményes hitelprogram, ami a nagyobb integráló szerepet felvállalni kívánó vállalkozások támogatását célozza. A tavaly év sikeresen zajlott, most egy új folyamat kezdődik, és ebben különösen érdekes lesz majd az, hogy hogyan tudjuk lebonyolítani megfelelőképpen a hitelprogramot, hiszen a ukrajnai magas kamatszintek miatt nem lesz ez könnyű feladat. Azonban már is megvannak az eredmények, hiszen elindult egyfajta gazdasági pesgés a kárpátaljai magyar vállalkozók körében, ami reményt ad arra, hogy elindul ez a fejlődés, és több munkaerő, több munkalehetőség jön létre, és pozitívan fogja befolyásolni a kárpátaljai magyarság megmaradásának, otthonmaradásának az esélyeit. Magyarország számára fontos a Kárpát-medence, mint egységes, kulturális, gazdasági térség fejlesztése. Az integrált fejlődéseket a határon átnyúló pályázatok segítik. Az elmúlt időszakban 8000 milliárd forintot fordíthattak erre a programra, mondta el a miniszterelnökség helyettes államtitkára Perényi Zsigmond. Örömmel mondhatjuk, hogy Magyarországban sikertörténetként tekinthet az olyan program. Sajnos azonban nem mindig volt ez így. Az előző 2007-2003-as fejlesztési ciklusban sportnyelven szólva a sírból hoztuk vissza a győzelmet, azaz a teljes valási fejlődést. Amikor 2010-ben az Orbán kormány átvette az ország irányítását, olyan rosszul állt a fejlesztés politikai intézményrendszer, az egész pályázati struktúra, hogy Brüsszel legalább 30%-os forrásvesztéssel számolt Magyarország elvététől. Ez több mint 2000 milliárd forint elvesztését jelentette volna, ekkora összekiányozva most a magyar gazdaságból. A Kárpát-medencei magyarságot gazdasági szempontból is támogatni kell. Ez egy új politika. Ezt Magyar Levente mondta a találkozón, aki hozzátette, a Kárpát-medencében magyarként csak úgy lehet megmaradni, ha az ott élő magyarok gazdaságilag is megerősödnek. A gazdaságfejlesztési források a vajdasági, a mezőségi és a kárpátaljai vállalkozásokhoz, agrár és ipari vállalkozásokhoz kerülnek 2020-ig. A támogatások az erre a célra létrehozott alapítványokon, intézményrendszereken keresztül jutnak el a kedvezményezettekhez. Körülbelül 140-150 milliárdnyi pénz mozdult meg erre a célra, tehát mintegy fél milliárd eurót sikerült megmozgatnunk, és ebből a pénzből hatalmas léptékű, soha nem látott léptékű fejlesztések valósulnak meg sorra határon túli magyar területeken. A délvidék legdélebbi pontjától egészen kárpátaljai Hágókig, és Erdélytől, Kézdivásárhelytől egészen Pozsonyig. Ez egy új politika, ami korábban nem létezett, de mi azt valljuk, hogy a magyarként való megmaradásnak az egyik legfontosabb feltétele, hogy legyen egzisztenciális, anyagi értelemben is megalapozott a kisebbségi lét. Legyen perspektíva, és az a súlyos kihívás, ami az elvándorlás formájában sújtja határon túli területeket, és az a gazdasági helyzet, ami szintén jelentős mértékben a magyar kisebbségeket sújtja határon túl. Ezt meg tudjuk haladni azáltal, hogy egy valós, kézzelfogható megélhetési perspektívát kínálunk a szülőföldön.
A gazdálkodó szervezeteket a Magyar Nemzeti Kereskedőház is segíti, amelyhez 2016-os indulásuk óta már 4000 vállalkozás csatlakozott. A tavaly évben nyitottak meg azokat az irodákat, amelyek arra hivatottak, hogy a Kárpátalján is megtaláljuk azokat a magyar vállalkozókat, akikkel be tudunk csatornázni a nemzetközi vérkeringésbe. A tavalyi évben 1,5 millió eurónyi üzletet tudtunk hozni ebben az együttműködésben, ami azt gondolom, hogy nagyon szép eredmény ahhoz képest, hogy nemrégen kezdtük meg ezt a munkát. Fontos eredmény az is, hogy minden olyan szolgáltatást, ami a kereskedőház rendelkezésére áll, ebben ezt a kárpátaljai és valamennyi határon túli magyar vállalkozás számára is elérhetővé tettük. Vagyis lehetőségük van a cégre szabott exportfejlesztési akciótervet kapni, vagyis tudnak fókuszálni, hogy milyen országba, távolabbi országba érdemes majd elindulniuk. Fontos az, hogy bármilyen kiállítás üzleti fórumra ugyanúgy el tudnak jutni, és fontos az, hogy ebben a magyar-magyar együttműködésben akár megtalálni azokat az integrált projekteket, amiben akár összefogva közös termékfejlesztéssel tudnak távolabbi piacokra eljutni. Egy-egy méretgazdaságosság szempontjából ez nagyon sokszor sokat számíthat. Közel 60 országban vagyunk, hiszen ezekben az országokban mindenhol más a versenyképes. Nyilván ez függ attól, hogy mire van szükség, milyen versenytársak vannak, hogy akár mennyire távoli országról beszélünk, hiszen mondjuk egy Dél-Amerika vagy egy Távol-Keleten a termékek mellett egy-egy technológia is fontos szerepet kaphat, a tudás, a know-how, amiben azt gondolom, hogy fontos szerepünk van, hogy eljutassuk ezeket a termékeket, technológiákat ezekben az országokban. A kereskedőház úgynevezett állami exportfejlesztőként működik, de nem csak a magyar termékeket értékesíti, hanem például a technológiai fejlesztésekben is segítséget nyújthat. A kereskedőház amellett, hogy segít egy-egy terméket bevezetni a külpiacon, megismerteti a terméket előállító cégeket is. Tanácsaikkal pedig hozzájárulnak a vállalkozások exportnöveléséhez. Mintegy 90 tagot számlál a nyíregyházi ukrán nemzetiségi közösség. Ők minden évben megünneplik már hagyományosan az ukrán kultúra napját. A résztvevők egy kis ízelítőt kapnak ilyenkor az ukrán népművészet, a festészet, a költészet és a zene legszebb alkotásaiból. Körülbelül 90 tagot számlál a nyíregyházi ukrán nemzetiségi közösség. Minden évben hagyományosan megtartják az ukrán kultúra napját. Ez a rendezvény, a szokásos rendezvény, amit szoktunk csinálni március elején. Ez az ukrán híres költőnk Taras Shevchenko nevéhez kapcsolódik, de mi úgy szoktunk csinálni ezt a rendezvényt, mint ukrán kulturális napok. Versek, ének, festmények, ez mind, ami összekapcsolja ukrán nemzetet, és szeretnénk mutatni Magyarországnak, hogy mi ukránok, akik itt élünk, tudunk összejönni és ünnepelni. Általában itt a Nyíregyházi Ukrán Önkormányzat szervezi ezt a rendezvényt, mi, mint konzulátus segítünk ebben. Itt jelen vannak azok az ukránok, akik itt élnek Magyarországon, és nyíltan mondják, hogy ukrán nemzetiségűek. De vannak a magyarok, például a családi tagként most tudok mondani, hogy nyíregyházi hölgykoszorú, és ők teljesen magyar emberek, ukránul fognak énekelni. Milyen egyébként a kapcsolat Magyarország és Ukrajna között kulturális szinten? Nagyon eltérő a kultúra, miben más, vagy mennyire elfogadó a két ország, akár itt Nyíregyházán mit tapasztalnak? Itt Nyíregyházán azt szeretnék mondani, hogy közös a kultúránk, mert Kárpát-medencében egy kultúrája van. Kárpátalján itt Nyírség térségben, egy kicsit messzebb Ukrajnában egy más dolog, egy más versek vannak, és ezért szeretnék mutatni itt élőknek, hogy más kultúránk is van. Az ukrán kisebbségi önkormányzat rendezvényén résztvevők ízelítőt kaptak az este folyamán az ukrán népművészet, festészet és költészet legszebb alkotásaiból. A kiállított képek, babák, népi hímzések mellett ukrán dalokat is hallhattak. Felléptek a vasárnapi iskola diákjai is. У кого пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина ніби та не літає, а крила має, а крила має.
Évente egy olyan 7-8 nagy rendezvényünk van, ezen kívül a naptári ünnepeket, dátumokat meg szoktuk tartani, ugyanúgy az ukránt, mint a magyar ünnepeket is természetesen. Szokássá vált nálunk a tavaszi Sevcsenko ünnep szavaló versennyel, amit inkább a diákok szoktak nekünk előadni. Azon kívül nagyon szép Mikulás ünnep, ukrán konyha, kiállítás, ezen kívül különböző találkozásokat, művészekkel, utazást, szeretünk utazni. Utoljára például Eperjesen voltunk, ahol szintén működik ukrán közösség. Aláírtunk velük egy együttműködési szerződést, úgyhogy külföldön is vannak barátaink. Ezen kívül a Miskolci ukrán önkormányzattal, a Veszprémi önkormányzattal együtt szoktunk működni, és akkor a programjainkat egyeztetjük, és szoktunk találkozni gyakran. Gondolom népszerűek ezek a programok. Milyen az itt élő ukrán közösség? Összetartóak, illetve igénylik ezeket a programokat? Igen, mindenki mindenkit ismer, szeretjük egymást, segítünk egymásnak, és örülünk, hogy találkozhatunk, és nagy igény van rá. Könnyű egymás kultúrával itt élni Nyíregyházán? Igen, könnyű, mert a magyar állam nagy figyelemmel kíséri ezt a munkát. Ellátnak, úgymond, minket anyagilag. Elvárják persze, hogy színvonalas munkát végezzünk, és mi nagyon igyekszünk, úgyhogy nem mondhatnám, hogy valaha is volt valami konfliktusunk, és az is a célunk, hogy békésen éljünk a hazánkba, az új hazánkba, és szeretettel viszonyuljunk az itteni kultúrára, és ugyanúgy szeretettel bemutassuk azt, amit mi hoztuk. Az itteni emberek, az itt élő ukrán emberek utánpótlása, tehát a gyerekeik érdeklődnek-e az ukrán kultúra iránt? Nyilván ebben nőnek fel otthon, de azért mégiscsak Magyarországon, vagy beszélik-e a nyelvet? E célból indítottuk az úgynevezett vasárnapi iskolát az önkormányzatunknál, és a vegyes házasságból való gyerekek járnak az iskolába, tanulják a nyelvet. Van olyan gyerek, aki valamennyit tud, megtanul írni, olvasni, van olyan gyerek, aki nagyon jól beszél, de mást nem tud, és így tanítjuk őket. Már 10 éve működik az iskolánk, sok gyerek nyelvvizsgát tett, van olyan gyerek, aki Ukrajnába tanul, olyan tudást szerzett, hogy ott tud érvényesülni, és általában nagyon népszerű az iskolánk. Az ukrán országos önkormányzat is mindent megtesz, hogy összetartsa a közösséget és ápolja a kultúrát. Legnagyobb feladatunk az bemutatni ukrán kultúrát Magyarország felé, magyar emberek felé, hogy meglássanak, és természetesen a gyerekeket megnevelni, ami ukrán vagy vegyes kazakságból születik, hogy azért ne felejtsenek magyar nyelv mellett, természetesen ne felejtsenek ukrán nyelvet, és ukrán kultúrát, ukrán történelmet, ez mind nekünk legnagyobb feladatunk és kihívásunk egybe, mert nem olyan egyszerű. A népszámlálás szerint 7226 ember írta országosan magát ukránnak, de hát valójában mondom amiatt, hogy nagy többség van a kivételek, de nagy többség ez vegyes hazugság, úgyhogy ez nagyon sokat nem triplázni, négyszerözni lehet. Én ma 37 éve élek Magyarországon, 18 éves korában ide kerültem, és hát én szerintem nagyon kellemes Magyarországon élni, mert magyar emberek nagyon befogadók, a teljesen befogadtak, nyelvet nem tudtam, megtanítottak a nyelvet abszolút, meg kellett tanulni ugye a mentalitás, a szokás, de hát én most már 37 év után inkább ma ide tartozok, mert ma nem tudnék ma Ukrajnába, ha menni kellett volna, akkor inkább ez a migráció lenne, mert én inkább ma Magyarországhoz tartozok. Úgyhogy én imádom itt írni, és süke hazámba, Komáromba, mert komáromi gyerek vagyok, válok magamat, úgyhogy én ma nem tudnék meg Komáromba se elköltözni, meg szomszéd faluba. Az ukrán közösségért nem csak helyi szinten, de a magyar parlamentben is sokat lehet tenni. Erről már az ukrán parlamenti szószóló mesélt. Szerinte a legnagyobb áttöréseket összefogással lehet elérni.
Mi olyan lobby vagyunk a parlamentben, amely nem csak a magyarországi mondjuk nemzetiségeket érinti az életében, hanem az országok közötti kapcsolatokat is. Tehát mondjuk a mi esetünkben Ukrajn és Magyarország között. Nagyon sokat tettünk. Például én a magyar-ukrán kapcsolatok javításához hozzájárultam. Azt, hogy ukrán miniszterelnök Volodymyr Groysman itt járt, ez annak, hogy én Kijevbe jártam, kezdeményeztem, azt, hogy ma megjelent itt a nagykövet is, két is félve nem volt nagykövet, és a nemzet és a saját közösségért nagyon sokat tehetünk, hiszen az első volt, amikor mi bevonultuk a parlamentbe, ahol szépen fogadtak is, nagyon, olyan majd lehet mondani, barátság alakult a minden egyes parlamenti pártól, azt, hogy mi úgy lobbizunk a törvények módosításaért, ami minket érinti, mert csak abban az esetben tudjuk kezdeményezni a módosítást, hogy megértsük vagy egy bizottsággal, vagy maga a kormánnyal is, hogy ez szükséges. És ez jobban érték, mint egy mondjuk ellenzéki párt kezdeményez. Amikor én májusban jártam és találkoztam miniszterelnök úrral, az első mondatom az volt, hogy Ukrajna elkövette egy stratégiai hibát, 2,5 éve nem volt itt nagykövet. Ez szomszédos országban ilyet megtenni, szomszédos néppel, ezt finoman szólva barátságtalan lépésnek is lehet nevezni, de én úgy érzem, hogy Ukrajna mással foglalkozó, ugyanis mert háborúban állunk, a úgynevezett testvér, aki testvérnek nevezi magát, megtámadtak Ukrajna, elcsatoltak Krimet, a Donbász, Donetsk és Lugansk megyének egy részét megszálltak, tehát Ukrajnának nem volt annyira, gondolom, idő, hogy foglalkozzon, hol hiányzik a nagykövet. Ha nem lenne ukrán közösség Magyarországon, az a kapcsolatok, én nem tudom, hogy működték. Tehát én úgy érzem, hogy minden egyes nemzetiség, Kárpátalján a magyarok, mi itt megtesszük a saját területen az, ami két országnak a kapcsolat javításait szolgál. Én úgy érzem, hogy az, hogy itt nem volt magas rangú vizit majdnem 3 éve, és egy rövid időn belül ez megtörtént, ahogy kineveztek az új miniszterelnök, és a maga a látogatás ez nagyon-nagyon sikeres volt. Tehát én ott voltam, és részt vette a munkában, már abból kifolyólag, hogy én a parlamenti szószóló vagyok. Tehát én úgy érzem, hogy néha, ha nincs is két ország között egy jó diplomáciai kapcsolat, mi egy hidat képezünk a két ország között. Tehát a társadalmi szervezetekkel tartó kapcsolat a mindenkori kormánnyal, és próbáljunk őket ösztönözni, arra nem beszélve, hogy egymás kultúra megismerését. Tehát vagy itt Magyarországon több, kb. 1000 gyerek már rehabilitáción vett részt, mert ebből segítettük, ösztönöztük a magyar kormányt arra, hogy amennyiben akarnak segíteni Ukrajnán, akkor ilyen módon tud segíteni, hogy a gyerekeket itt fogadja, és itt rehabilitáción részt vesznek, hiszen a háborús körülmények nagyon sok gyerek sérültővé teszi. Önök a Kölcsei Televízió határmenti magazin műsorát látták. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!